Előbb a magyar királyság miniszterelnöke volt 1867 és 1871 között. Ideiglenesen a monarchia pénzügy és Magyarország honvédelmi minisztere is volt. Majd az osztrák-magyar monarchia közös külügyminisztere 1871 és 1879 között, de jelentős szerepet töltött be az 1868-as horvát-magyar kiegyezés létrejöttében, a nemzetiségi törvény megalkotásában és az önálló magyar honvédség megalakításában csak néhány említésre méltó szerepkör abból a palettából, amelyet idősebb Csíkszentkirályi és Krasznahorkai gróf Andrási Gyula betöltött politikai pályafutása során. Sátoralja új hely számára ez is fontos, de emellett a helyi életben betöltött szerepe miatt vált igazán kiemelkedővé, mondta Dankó Dénes alpolgármester politikai pályafutása ugye nagyon nagy évű sikeredett, de a pályafutása során nagyon sok új helyt és Zemplén vármegyét érintő kapcsolódás is pont is volt, hiszen a országgyűlésben követve volt új helynek is, illetve a Zemplénvármegyének is. Ezért szeretnénk az idei évet a méltó módon megünnepelni, úgyhogy olyan fajta munkavette kezdetét, aminek eredményeként én azt gondolom, hogy a 2023-as esztendőben relatíve sok andrási érintő eseményre kerül sor majd a városban, hogy ezek pontosan mik lesznek, és mikor kerül ezekre sor. Ezeket kezdjük el kidolgozni, de szeretnénk méltó módon megemlékezni a szép akasztotról, hiszen nagyon sokat köszönhet neki az ország is, sőt azt kell, hogy mondjam, a nemzetközi politika is. Kevés olyan személyiség van, aki, aki ennyire érdekes idő pontban uh, volt a, a, a osztrák-magyar monarchia uh, politikai uh, érdeklődésének a középpontjába, és egy nagyon szép évű karriert is futott be. Ennek jegyében ünnepi programsorozat összeállításába kezdett a város önkormányzata a helyi közművédősi intézmények vezetőivel, a Kazanci Ferenc Múzeum, Magyar Múzeum, a Levéltár vezetőivel ültünk össze, bevonjuk ebbe a munkába a nyugalmazott intézményi vezetőket is, illetve mindenféle olyan tudós embert, aki, aki hozzá tud adni ehhez a munkához, és természetesen számítunk az MPN televízióra is, mert az elmúlt években bizonyították, hogy számos olyan dokumentumfilmet tudnak készíteni, ami fogyasztható és érdekes, és nagyon szeretnénk, hogyha ezt András esetében is meg tudnák majd tenni. Az ezzel kapcsolatos részleteket hamarosan megismerheti a nagy közönség is.